Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, mai aktuális kérdések című heti magazin műsorunk vendége dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter úr, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, akit nagy szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Jó napot kívánok! Végéhez közeledik a 2014-18-as parlamenti ciklus. Miniszter úr 2010 óta vezeti a földművelésügyi tárcát, ami először ugye vidékfejlesztési tárca volt. Hogyan emlékszik vissza, melyek voltak a legfontosabb célkitűzések, a legfontosabb feladatok, amikor elkezdte a munkát? Az volt a célkitűzés, hogy talpra állítsuk a magyar vidéket, a magyar mezőgazdaságot, és már 2010, már 8 évre van tőlünk, azt el lehet mondani, hogy akkor szinte minden területen válság volt. A gazdáknak demonstrálni kellett ahhoz, hogy a jogaikat érvényesíthessék, a kormányzás az pedig egészen katasztrofális volt. Ez volt a Gyurcsány-Bajnai időszak. Most elmondhatjuk azt, hogy a mezőgazdaság mintegy másfélszeresére növelte a termelését, és 70 ezer új munkahely létesült a agráriumban és az élelmiszeriparban, erősödött a terület, és a jövedelmezőség is javult. Ebben nyilván nagy szerepe van az agrártámogatásoknak, de a legfontosabb szerep a gazdáké, hiszen ők termelnek, ők azok, akik az asztalra teszik az ennivalót számukra. Sikerült növelni az exportot is, mint egy egyharmadával, és ma a magyar gazdaság növekedés elképzelhetetlen a mezőgazdaság teljesítménye nélkül. Tehát azt lehet mondani, hogy a gazdatársadalom, a mezőgazdaság elfoglalta az őt megillető helyet, és ez számos szempontból fontos. Az egyik az, hogy Karcag egy mezőgazdasági város, az ország harmadik legnagyobb határával rendelkezünk, és ma is közel 1000 őstermelő, családi gazdálkodó, mezőgazdasági vállalkozó van a városban. Így a szántóföldi növénytermesztésben különösen országosan is jegyzett helyen vagyunk, de biogazdálkodás szempontjából a legnagyobb területtel rendelkezik Karcag, és jó néhány olyan termékünk van, olyan élelmiszerünk, olyan étünk például, mint a birkapörkölt, amely hungarikumnak minősül, illetve elfoglalja azt a reprezentatív helyet, amely fontos a számunkra, elég a nagykunsági szilvapálinkára, vagy az szintén eredetvédett nagykunsági bérsalma pálinkára gondolni. Tehát ebben az irányban, a mezőgazdaság vonatkozásában is előrébb tudtunk lépni, és az, hogy Karcagon is a munkanélküliség a felére csökkent 4-5 év alatt. 16%-ról ez lement 7-8%-ra, nagyrészt a mezőgazdaságnak köszönhető, hiszen itt jó néhány olyan ember talált állást, megélhetést, akik egyébként nagyon nehezen tudtak volna elhelyezkedni. A térségre is jellemző az, hogy mezőgazdasági vidék, és ott hasonló folyamatok zajlanak. Ma már elmondhatjuk azt, hogy igazából munkaerő hiány van a mezőgazdaságban, ezért fontos az, hogy a szakképzés is erősödjön. Itt különösen a karcagi iskolára hívom fel a figyelmet, hogy sikerült felújítani jó néhány régi épületet, kollégiumot például, és az épületek között egy újat is megfigyeltünk, egy olyan tanműhelyt, ami a 21. század színvonalán képes megtanítani a diákokat arra, hogy miképpen működik egy malom, hogyha akarnak kézműves élelmiszertelméssel foglalkozni, szörpöt, a szalványokat lehet készíteni, van pálinka, főzde, sőt olajprés is ebben a épületegységben. Tehát a szakképzésben igyekszünk biztosítani az utánpótlást ahhoz, hogy a mezőgazdaságnak a jövője is biztató legyen. Azt mondta miniszter úr ugye, hogy nőtt az export. Melyek a legfontosabb partnerországaink? A magyar élelmiszerexport nagyon változatos.
és a legigényesebb piacokon találnak gazdákra a termékeink. Németország az legfontosabb partnerünk, emellett a közelben Románia, tehát az erdélyi területek hagyományosan az Alföldről kapták az élelmiszer jelentős részét, de Szlovákia, Olaszország, Ausztria is komoly felvevő piaca a magyar élelmiszereknek. De exportálunk Kínába, Japánba, Törökországba, összesen mintegy 100 országba. Van, ahova egészen kis mennyiséget, döntően prémium termékeket, borokat, például tokai bort, vörös borokat exportálunk. Kína ma az egyik legnagyobb borfelvevő piaca Magyarországnak. Mangalicahús például Japánba tudunk értékesíteni. De el lehet mondani azt, hogy édességeket, konyakmegyet még Brazíliába is szállítunk. Édességeket és az új élelmiszerek közül ezeket a különböző mézzel, kölessel készített ételeket például. Ez egy nagyon gazdag termékcsalád, és bioélelmiszereket nagyon sok országba jutnak el, csak kolbászból mintegy 13 ezer tonna a magyar export. Szintén hungarikumok vannak ebben a körben, gyulai, csabai kolbász, például pixalámi, olyan piacokra is, amelyek hát, saját termeléssel rendelkeznek, tehát mondjuk Németország, vagy Franciaország, Nagy-Britannia, ezek az országok ellátják magukat, mégis ott vannak a termékeink, és ez egy jó dolog, és ez a gazdák számára megélhetést jelent, akkor is megélhetést jelent, hogyha mondjuk takarmánnyal foglalkoznak, takarmánytermeléssel, mert az is kell, az engedhetetlen az állattartáshoz. És van egy olyan megyebeli fejlesztés, ami stabilizálja a értékesítési lehetőségeket. Tiszapüspökibe megépült a KAL nevű izocukorfeldolgozó, tehát egy folyékony cukrot állít elő, amelyet kukorica felhasználásával nyernek. Ez mintegy 500 000 tonna termény felvásárlását teszi lehetővé, tehát nem alatt adunk el, hanem félkész, illetve kész terméket. Ez szintén egy olyan előrelépés fejlesztés, ami korábban elképzelhetetlen volt. Számos gazdafórumot tartanak, miniszter úr az elmúlt időszakban is több ilyen rendezvényen részt vett, tehát ugye tartják a kapcsolatot a mezőgazdaságban dolgozókkal, a gazdálkodókkal. Támogatási rendszerekben várható-e még valamilyen változás, fejlesztés? A teltházas gazdafórumok vannak mögöttem még a mostani havas időben is. Érdekli a gazdákat ez a téma. Most a közös agrárpolitikánál kell megküzdenünk a gazdák pénzért, a támogatásokért, hiszen az uniónak változik a 7 évenként, egyébként változik a támogatáspolitikája. Arra számítunk, hogy lehetőleg ne legyen nagy eltérés a mostani, az azt sikerüljön elérnünk. És itt a Fidesz-KDNP választási időszak van, erre mindenképpen ki kell térnem. Tehát a Fidesz-KDNP az egyetlen olyan párt, amely konkrét elképzelésekkel és azok végrehajtásához szükséges feltételekkel rendelkezik, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök úr kijelentett, hogy Magyarország egy mezőgazdasági ország, és hogyha kell, akkor megemeljük az uniós hozzájárulást ahhoz, hogy az agrártámogatások, de más területfejlesztési támogatások is továbbra is a jelenlegi szinten álljanak rendelkezésre. Látszik az, hogy ez az agrárpolitika támadások keresztüzében áll, a MSZP programjában a TSZ-esítés szerepel, el akarják venni a földet azoktól, akik földárverésen vásárolták, ugyanezt Karácsony Gergely is hangsúlyozta, az LMP-nek szintén a programjában van, gazdaellenes dolgokat fogalmaznak meg. A Jobbik nem fogadta el azt a földtörvényt, amelynek az alapján a magyar gazdák 200 ezer hektár földet tudtak vásárolni, a földet a gazdáknak program keretében, és amely földtörvény ma is védi, konkrét intézkedéseivel védi a gazdákat attól, hogy külföldiek vásároljanak földeket. Az idei évben a mezőgazdaság vonatkozásában milyen eredmények várhatók az elmúlt évek tekintetében? Mik az előrejelzések? Hát induljunk ki abból, hogy mi az alap. Tehát 2017 és 2016 is jónak tekintető esztendő volt a időjárási csapások a baromfi influenza ellenére. Volt sertéspiaci válság, tejpiaci válság, mégis a mezőgazdaság egész egy kiegyensúlyozott képet mutatott, egy fejlődési pályán mozog, és ez egy jó alap arra, hogy az idén is 2018-ban bizakodóak legyünk. Kellő mennyiségű csapadék jött, most már kezd talán túl sok is lenni, a tél pedig késett, de a természet még be tudja hozni ezt a lemaradást, és a gazdák is minden feltétellel rendelkeznek ahhoz, hogy eredményesen tudjanak termelni. Én bizakodó vagyok, de most még nem lehet megmondani azt, hogy milyen lesz az idei esztendő. Most országos szintről egy picit szűkítsük a kört a választókerületére, ugye ez Jász-Nagykun-Szolnok megye 3. számú egyéni választókerülete.
számos, sőt elmondható, hogy rengeteg beruházásfejlesztés történt az elmúlt évek alatt ebben a körzetben. Most a körzetet nézzük át először ott, miket emelnek ki, aztán utána térjünk át városunkra. A körzet az egy elég nagy terület, Fegyvernek, Túrkeve, Abátszalók és Tiszafüred között terül el. Hát, hogyha északról kezdjük, akkor szerintem nagyon fontos, hogy a 33-as főútnak a Tiszafüreden áthaladó szakaszát sikerült felújítani kerékpárúttal, megújult a Városháza Füreden, a Városháza előtti tér is, az ország legnagyobb kerékpáros centruma épült meg. Hogyha valaki Füredre érkezik, akkor látja, az ipari parkban is vannak fejlesztések, és jó néhány iskola felújítás, óvoda felújítás is volt. Kőúthálózat is szépen alakult. És egy, a környező településeket nézzük, egy tiszatavi templomok útján program keretében 8 templomot újítottunk fel, Tiszaszőlős, Tiszaigar, Tiszadels, Abátszalók, a kumadrasi templomnak a tetejét például, Kumadrasra megújult a városháza, a művelődési ház, orvosi rendelő, ott is elkezdődött egy olyan fejlődés, amire már régóta vártunk. A laktanya területén pedig előkészítés alatt van egy olyan börtön, egy olyan fegyintézet, amely több száz munkahelyet jelent, és az igazság, hogy a közbiztonság szempontjából is egy elég komoly elrettentő erővel bír. Kunhegyesen folyamatosak voltak azok a beruházások, amelyek jellemezték. A település csatorna beruházás volt a Bátszalókkal közösen például. A Bátszalókon egy fedett uszoda, tanúszoda is épül, ami azt a járás látja, idegenforgalmi fejlesztések is zajlanak, ott folyamatban a Tiszapartnak is a megújítása, és hogyha megyünk tovább, minden településen ivóvíz minőségjavító programok voltak, jó néhány iskolát sikerült felújítani, műfves pálya épült például Kunhegyesen is, ilyen pálya épült Tiszarofon, épült Tomajmonostorán, Tomajmonostorán is minden jelentős közintézmény felújítása megtörtént már, egy tornacsarnok is folyamatban van, és Kenderesen is közműberuházások zajlottak, a ivóvíz minőségjavító program Bánhalmán Kenderesen sikeresen lezárult. Fegyverneken a belterületen sikerült jó néhány épületet felújítani, komoly sportkomplexum van, ott is voltak fejlesztések. A Kunhegyese még visszakanyarodva volt ipari park, illetve munkahelyteremtő beruházások is zajlanak. És hogyha még jövünk így lefele a déli része irányába a közvetnek, hát Kisújszállás hírdíjas város lett, sikerült megújítani a ottani kultúrpalotát, mozival, nagyon szép belső térrel várja az odaérkezőket, és olyan közmű fejlesztések voltak, amelyek már régen sort kellett volna keríteni, de most a Fidesz kormány idején lehetett ezt megcsinálni, és a strandfürdő is teljesen megújult szállodával várja az odaérkezőket, turistákat, pihenni vágyókat. Valamennyi önkormányzat adósságállományát a kormány átvállalta. Ez egy óriási dolog volt, mert újra tudtak indulni ezek az önkormányzatok. Ez Tiszabőre, Tiszaburára is érvényes, valamennyi településen az állampolgárok terheit is csökkentette ezzel a kormány, hiszen hogyha egy önkormányzat eladósodik, akkor általában valamilyen adóbevételt próbál szerezni. És akkor így a körnél még talán Túrkevéről azt el kell mondani, hogy ott egy nagy beruházás készül, a Túrkevei egyik alkatrészgyártó cég az külföldi tulajdonban van, és 200 főt fognak fölvenni az elkövetkező időszakban, megvalósult a fürdő lefedése, szintén ennek a ciklusnak az eredménye, jó néhány középület ott is megújult. És aztán a kör az Karcagnál éri véget tulajdonképpen, én itt élek most is, tehát naponta látom azt, hogy a város szépen lépésről lépésre halad előre, talán itt volt a legtöbb fejlesztés. És elég arra gondolni, hogy a kórházban 3,5 milliárd forint értékű beruházás valósult meg 2010 óta. Már előtte is elkezdődött egy felújítás, most a kórháznak az oldalszárnyainál folytatódott ez a régi pszichiátriai tömnél, a fertőző tömnél, műtők újultak meg, gépeket, berendezéseket sikerült vásárolni, üzemel a CT, vesekő, zúzó profil létesült a kórházban, a labordiagnosztika és a sterilizáló, amelyek a háttérbe húzódnak meg, tehát egy átlag beteg nem találkozik velük, de nélkül elképzelhetetlen a kórház működése, vadonatúj, ezek több száz millió forintos beruházások voltak. És a túloldalára nézünk, azon túl, hogy még a kórházban van fél milliárd forint fejlesztés most is folyamatban, úgy túloldalán pedig
ott van a karcagi városi strandfürdő, a lefedés az erre a ciklusra esett a 2010-14-esre, és ma az ország egyik legkellemesebb fürdőjét tudhatjuk magunkénak, ahova 100 000-es látogatói kör szokott elmenni, látszik, hogy a kemping is beindult. Az ipari parkban 2 új vállalkozás települt, megújult a vasúti fővonal, ez érinti a kisújszállási fegyverneki szakaszt is, tehát egy gyorsabb, könnyebben üzemeltethető vasúttal rendelkezünk, a karcagi vasútállomás aluljáróval, peronokkal teljesen más képet mutat, mint 6-7 évvel ezelőtt, nem régiben került egyébként átadásra. És itt a belvárosban Városháza környezetének a rendezése, Városháza belső felújítása, a Dérinének a külső felújítása, szép járdák épültek, szintén ezt a munkát illusztrálja, megépült egy régen vált lámpás csomópont a postánál, egy nagyon balesetveszélyes helyen, és a városon átmenő út, amely Kunmadaras fele viszi a forgalmat, az is teljes hosszában megújult. Folyamatban a rendőrkapitányság építés, és én csodálkozom is azon, hogy Lukács László György, aki hát igazából nem sok mindent csinált itt az elmúlt 4 évben, mint parlamenti képviselő, azt mondja, hogy kevés fejlesztés van. Hát hogyha ha itt szétnézne az utcán van, és Budapest helyett itt dolgozna, a parlament mellett esetleg Karcagér is tett volna valamit, akkor láthatná, hogy egy olyan rendőrkapitányság épül, amire már régóta szükség volt. A Karcagi az utolsó a városi rendőrkapitányság, ami még béleményben van a Városháza földszintjén, tehát egy olyan rendőrkapitányság épül, ami igazán impozáns, munkahelyeket teremt, és ellátja a közbiztonsági funkciókat, a szolgáltatási funkciókat is. Karcag járási székhely lett, földhivatali központ lett. A járási székhelynek kijáró elhelyezés van a régi Tigáz épületben, az Ady Endre utcán. Annak a felújítása is ez az időszakhoz kapcsolódik. A vasúti pályaépítéssel kapcsolatban aluljáró, felüljáró épült. A közteleknek a rendezettsége, körforgalom van a Deák körút, Madarasi út kereszteződésében, már teljesen más képet mutat, mint korábban. És én örülök annak, hogy jó néhány óvodát sikerült felújítani, egyházi felújítások is folyamatban vannak, és ott épül majd egy tornaterem, kiszolgáló létesítményekkel a református egyház keretében létrejött egy katolikus iskola, ott is fejlesztési elképzelések fogalmazódnak meg, tehát át tudunk menni itt a jövőt érintő fejlesztésekre. Én összeértem jó néhány dolgot, a buszpályaudvarnak a környékét sikerült rendezni a technikumnál, azon túl, hogy felújítások voltak és új épület is készült, egy nagyon műfüves pálya van, komoly igénybevétel van, egy másik műfüves pálya az ipariskolában épült, Karcag ipari szakképzési központ lett, tehát a megye felére vonatkozó oktatás fenntartási feladatokat innen látjuk el, a magyar állam ide telepítette az általános iskolai központot is, mert látszik azt, hogy Karcagnak a térség központi szerepköre ebben a 10 évben sokat erősödött, sőt, igazán most teljesedett ki. Hát csak az állíthatja, hogy nincs itt fejlődés, aki tudatlan és rossz indulatú. És ez a város, és amit a karcagi emberek ezért a városért tettek, nem fontos a számára, csak a rövid távú politikai haszonlesésre akarja ki aztán azt, hogy a választások idén elfedje azt Lukács László, hogy igazából ő nem csinált semmit, mert néhány parlamenti hozzászóláson kívül nem tud felmutatni sem idehozott cégeket, sem olyan közéletet, amit ő szervezett volna, hiszem egy operettesten kívül egyéb nem tett ki a 4 évből, sem olyan közösség szervező munkát, ami itt a városban szabad szemmel látható lenne. Én ezt azért is tartottam fontosnak elmondani, mert ezeken a fejlesztéseken karcagi emberek közül nagyon sokan dolgoztak, sokan tettek azért az önkormányzat részéről, Dobos László polgármester úr, a megyei önkormányzat részéről, Kovács Sándor elnök úr, és mindazok, akik a különböző feladatokat ellátják a tervezésben, az építésben, a pályázatok előkészítésében, a bírálatokban, a kivitelezésben, minden vonatkozásban. Ezeknek a beruházásoknak a legnagyobb része nem valósulhatott volna meg például a megyei önkormányzat nélkül, mert ott van az a területfejlesztési jogkör, hatáskör, területi operatív program, amelyekből a fejlesztéseket végig lehet vinni. De nem valósult meg az önkormányzat nélkül sem. Mindenki dolgozott ezekért, az intézményvezetők, az ő munkatársaik, kivéve Lukács László Györgyöt, aki legfeljebb kritizált, és akinek a munkáját azt még szabad szemmel nem lehet látni, nem tudom, tolómérő vagy nagyító kell hozzá. Mivel választás van, szintén ezt el kell mondani, mert olyan támadások érték a várost,
nem csak engem, elsősorban a várost, hogy itt azért ez az időszak talán jobban is sikerelhetett volna. Biztos, hogy jobban sikerelhetett volna, de Varga Mihály minisztertársam, jó magam is, minden olyan lehetőséget megragadtunk, ami a térség számára, a város számára kínálkozott. Hogyha nem ragadtunk volna meg valamit, akkor kéretik időben szólni az érintettek részéről. Ez nem történt meg. Egy picit térjünk még vissza a Kátai Gábor kórházra a felújítással kapcsolatban, ugye tegnap, vagy felújításokkal, beruházásokkal kapcsolatban tegnap tartottak egy sajtótájékoztatót. Ön Kovács Sándor megyei közgyűlési elnök, illetve Nagyné László Erzsébet a kórház főigazgatója, és Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony elmondta, hogy az orvosellátottság már biztosított a kórházban, azonban tény és való, hogy egy időben nem volt ez így. Ön hogy látja, mi volt ennek az oka? A Karcai Kórház megújult a 21. század színvonalán, van az épület, a gépek, berendezések, gyógyító eszközök is, és annak ellenére működik, hogy Lukács László, hogy éveken keresztül abból pénzelt, hogy magyar orvosokat adott el külföldre, magyar orvosokat közvetített külföldre, hogy ne így gyógyítsák a magyar embereket, hanem külföldön keresenek több pénzt. Nyilván van szabad munkavállalás, mindenki ott keresi a boldogulását, ahol tudja, vagy ahol a gyomra bírja. De szerintem az, hogy Lukács László, hogy egészségpolitikusnak átszázza magát, miközben Magyarországról a betegeket gyógyító orvosokat külföldre kiviszi, hát ez vélázító. Úgy látszik, hogy ez a Jobbiknak az egészségpolitikája, és mutatja azt, hogy Lukács László, hogy ebben a vonatkozásban nagyon aktív volt. Számot kellene adni arról, hogy hány orvos adott el külföldre, mennyi pénzt kapott ezért, és jó lenne, hogyha megmondaná ezt, hogy mikor hozza őket vissza. Hogy a karcagi és a kunsági emberek gyógyítása érdekében dolgozzanak. Mert ma már megvannak azok a pénzügyi források, ma már van elég pénz arra, hogy egy orvos, egy ápoló idehaza és tisztességes jövedelemhez, megélhetéshez jusson, és megtalálja a boldogulását úgy, hogy közben szolgálja a társadalmat, hogy gyógyítja a rászoruló betegeket. Csökkent az orvosok elvándorlása, sikerült feltöltenünk a házi orvosi körzetek jelentős részét, még mindig van előttünk feladat, erre a kormány konkrét pénzalapot hozott létre, megemeltük azokat a béreket, amiket az ápolók kaptak, azért itt több 10 milliárd forintot költött erre a magyar állam, tehát a feltételek változtak. A célunk az, hogy legyen 21. századi színvonalú orvosi ellátás ebben az országban. Összes vidéki kórházat sikerült felújítani és műszerekkel ellátni. És az orvos utánpótlást, az ápolási és szakszemélyzeti utánpótlást is megfelelő pénzügyi hátterekkel tudjuk biztosítani. Építő munka zajlik. Aztán vannak, akik bontják. A Jobbik, illetve Lukács László, hogy próbálta bontogatni, hogy embereket közvetített ki külföldre. Ahelyett, hogy itt segített volna. Hogyha valaki a közéletben részt vesz, akkor a munkájának, a közéleti munkájának összhangba kellene a vállalkozási tevékenységével, vagy a megélhetésével is, mert máshogy teljességgel hiteltelen. És Lukács László, hogy mint egészségpolitikus, úgymond egészségpolitikus, teljesen hihetetlen, mert ő miközben a magyar egészségügyért és a Karcai Kórházért, meg a Sátoraiért, meg a többiért aggódik, pontosan előidőzi annak a problémának, hogy kevesebb orvos van, hiszen eladja őket külföldre. Orvosbroker, ebből pénzzel. Ez egy simlis, a választópolgárokat becsapó, őket semmibe vevő politika, teljességgel elfogadhatatlan. Van még egy másik dolog, amit említett a beruházások, fejlesztések között itt Karcagon, ez pedig nem más, mint a lámpás kereszteződés a postánál. Ezt az elmúlt időszakban, illetve amikor ez megvalósult, akkor sokan a magukénak tekintették, azt mondták, hogy ők kezdeményezték, ők indították el, és nekik köszönhető ez a beruházás. Szerintem nem így volt, legalábbis nagyon sokan nem így emlékszünk erre. Dobos László polgármester és az önkormányzat oldotta meg azt a problémát, amivel annak idején én is birkóztam, és eredménytelenül, mert ez egy nagyon nehéz beruházás, nagyon drága, és szakmai viták is voltak az útüggyel, a forgalom szervezés miatt. Nyilván hát mindenki szerette volna, tehát ez olyan, mint amikor szeretnénk egy karácsonyi ajándékot, és aztán az angyalka meghozza, mégiscsak az angyal hozza, bármennyire is más képzetek társulnak hozzá, mert van egy olyan közösségi akarat, amit az önkormányzat képvisel, az önkormányzat fejez ki. De a legfontosabb az, hogy meg is valósuljon, hogy tegyenek ért, és én ezt gratulálok az önkormányzatnak. Eleve a közlekedés az egy neuralgikus pont, az úthálózat felújítása, és ez is egy olyan téma, amit nem lehet megkerülni.
több évtizedes lemaradással küzdünk. És én említettem néhány szakaszt, amit sikerült megvalósítani. A kisújszállási út az egy rendkívül rossz állapotban lévő belső forgalmi szakasz. Néhány kilométerről van szó, tele van közművekkel. Én emlékszem, hogy egyetemista koromban is már bajok voltak ezzel, akkor is volt ott több felújítás, és néhány év alatt ez mindig tönkre ment. Most bízom benne, hogy a megyei önkormányzat segítségével Kovács Sándor elnök úrnak a közreműködésével sikerült olyan tartós műszaki megoldást találni tavasszal, hogy ez a útszakasz ez olyan minőségben legyen felújítva, hogy utána ne romoljon le ennyire. Négyes főút is gyakran téma. Én nem szoktam ígérgetni a négyes autópályával kapcsolatban, mert már nagyon sokféle ígéret elhangzott. Ez is egy rendkívül jelentős beruházás. És most, ha valaki közlekedik, akkor látja, hogy a Cegléd-Albert és a szakaszon folynak a munkálatok, a Ferihegytől történő bekötés, az ötös autópálya történő bekötés témájában a kormány döntés adott, tehát 2020-ig meg fog valósulni a négyes autóút képítés, autópálya képítése, és már régen túl lennénk a szolnoki elkerülőn is, hogyha ott Brüsszel egy folyamatban lévő beruházásnál nem változtatja meg a véleményét menet közben. És emiatt aztán leállt sajnos ez a munka 3 évre, de tavasszal, én bízom benne, hogy itt lesz a tavasz, ez a munka is folytatódik. Április 8-án országgyűlési képviselőválasztást tartanak hazánkban. A körzetünkkel, a körzetével kapcsolatban mik a legfontosabb tudnivalók, illetve mi a választás tétje ebben a körzetben? Itt Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke indul. Kovács Sándor régi jó barátom és munkatársam. Évtizedek óta együtt dolgozunk. Önkormányzati képviselőként is több ciklusban képviselt a lakosokat, karcagiakat. Utána a megyei közgyűlés alelnökeként 4 évig, 8 évig megyei közgyűlési elnökként. Azt hiszem, hogy ő volt, aki a leghosszabb időt töltött el ezen a poszton, tehát mind a karcagi, mind a térségi problémák vonatkozásában teljes mértékig tájékozott. Én bízom abban, hogy megkapja majd a támogatást. Én már elég sokat voltam a közéletben ahhoz, hogy eljön a fiatalítás ideje. Egy fiatal, családos szülő feleségével, 3 gyermekével itt él a városban, tehát az is fontos, hogy karcagi, mégiscsak karcag a választókörzetnek a központja. És ha megnézzük a ellenfeleket, hát akkor egyrészük kevéssé ismert, Lukács László Györgyöt már érintettem, másrészük pedig, mint Sallai Róbert, Benedek Túrkevei képviselő, hát ő aztán egyáltalán nem mozgott a körzetben, őt egyetlen rendezvényen, egyetlen megmozduláson sem lehetett látni, és inkább az országos politikában a gazdaellenes kirohanásairól ismert. Tehát ez a politikai paletta, még nem látjuk azt, hogy milyen további jelöltek fognak fölbukkani, de szerintem itt az lesz, hogy az összes ellenzéki párt függetlenül attól, hogy a világ dolgaiban miképpen vélekedett eddig, megtévesztette eddig a szavazóit, most össze fog fogni azért, hogy ne a Fidesz, ne Orbán Viktor folytassa a kormányzást. Nekem meggyőződésem, hogy a magyarság számára a legfontosabb választás előtt állunk, mert valamennyi ellenzéki párt bevándorláspárti. És biztos nagyon sokat hallottunk már tévében, rádióban, közéleti alkalmakon a bevándorlásról, a Soros tervről, most már az ENSZ is ebben a témában kezdett aktivizálódni, de induljunk ki abból, hogy ezek olyanok, mint a halsztéri jelentések. Mert egy leplezetlen, fegyverek nélküli háború dúl, amelynek a tétje az, hogy egyik országot Európában a másik után miképpen lehet betelepíteni bevándorlókkal. És hogyha Magyarország megnyitja a lehetőséget a bevándorlók előtt, a migránsok előtt, akkor nem fogunk ráismerni erre az országra, ez már nem a magyarok országa lesz, hanem valamilyen vegyes kultúrájú, vegyes társadalom, ahol ez a bevándorlás elér a legkisebb városokba is, a lakótelepi lépcsőházakba is, a félreeső mellékutcákba, a kis falvakba, mindenhova jut majd bevándorló. Tehát az a környezet, amelyben mi élünk, felismerhetetlenség és visszavonhatatlanul meg fog változni. És egyúttal elveszítjük azt a gazdasági növekedést is, ami az elmúlt években volt. Azért például a mezőgazdaságban 1,5-szeresére nőtt a reál kereset, ugyanez elmondható az iparról is.
Tehát van egy folyamatos keresetemelkedés, adókat tudtunk csökkenteni, a munkanélküliség az egyharmadára csökkent országosan. Tehát az ország egy fejlődési, növekedési pályára állt, valamennyi eredmény kárba fog veszni, mert százezres tömegeket kell befogadni, gondoskodni róluk, eltartani őket, és mindez a mi tervünkre megy, úgyhogy meg sem kérdeznek róla bennünket a külföldiek, döntéshozók Brüsszel, vagy az ENSZ, hanem ezt kész tényként állalják elé. És hogyha ez olyan kormány lesz, amely még kisítja a kaput, megnyitja az országot a bevándorlók előtt, akkor Magyarországon a mi népünknek a történelme a végéhez ér. Ezért is nagyon fontos ez a választás. És Orbán Viktort kell támogatni, a Fidesz-KDNP-re kérem, hogy szavazzanak a kedves televízió nézők, és arra a jelöltre, aki őket, bennünket tud itt képviselni, Fidesz-KDNP jelöltjére Kovács Sándorra, aki itt él közöttünk, aki a közéletben már bizonyított, nagyon sokat dolgozott a településért, és én bízom abban, hogy a kitüntető figyelmüket, támogatásokat fogja majd élvezni április 8-án is. Miniszter úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm. Kedves nézőim, már megköszönöm a figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőnket a karcagi mentőállomáson, Kovács Sándor elnök úrral beszélgettünk, hiszen az előzőekben adtak át egy nagyon modern esett kocsit a mentőállomás dolgozóinak. Ön már bele is nézett, milyen belülről? Nagyon modern. Nekem szerencsé volt, már a múlt héten meg tudtam nézni, amikor megérkezett ez az esett kocsi. Nagyon szép, nagyon modern, igazából a 21. századi minden követelményének megfelel, de semmit nem ér egy bármilyen modern, bármilyen új eszköz, hogyha azok a mentősök, akik ezt működtetik, akik vezetik, akik foglalkoznak a betegekkel, a sérültekkel, nincsenek felkészülve. Ezeknek az autóknak, ezeknek az esetkocsiknak a legértékesebb berendezése, a legértékesebb tartalma mindenkor az a mentős, aki működteti, és örülök annak, hogy méltó járművet, méltó eszközt kapnak a kitűnő mentőseink, akiket látni itt Karcagon, hogy karcagiak. Szomszédok velünk együtt élnek, és jó látni az, hogy ezt a hivatást válasszák mindannyiunk érdekében. Tehát gratulálok nekik, és mindenképpen kevés munkát kívánok. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Dobos László polgármester úrral beszélgettünk itt az új esetkocsi kapcsán. Azt gondolom, hogy nagy öröm ez a városnak is. Hát óriási öröm, hogy ide került ez a gyakorlatilag világszínvonalú esetkocsi. A szakemberekkel beszélgettem, miután megnéztük, hogy milyen felszereltségű, állítólag a világ minden részén megállna a helyét. És ez mindenképpen jó dolog, hiszen gazdagabb lett a városunk, gazdagabb lett a mentőszolgálat, az egészségügy ezzel, és nyilvánvalóan nagyobb biztonságban érezhetik magukat az emberek, hiszen ha baj van, már pedig ha baj van, akkor az gyors intézkedést igényel, akkor eredményesen, hatékonyan, hathatósan tudnak szolgálni a mentősök bennünket. Itt az elmúlt években több alkalommal voltunk, hiszen sok-sok minden megújult a mentőállomáson. Itt hallottuk, hogy hamarosan a ruhát is, tehát a dolgozók is még korszerűbb körülmények között tudnak dolgozni ezeken a kocsikon. Így van, hát ez a folyamat az elindult egy olyan 4-5 évvel ezelőtt, kezdődött a mentőállomásnak a felújításával, és sok kisebb, illetve nagyobb lépéssel haladunk az egyre jobb felszereltség irányába, és így nyilvánvalóan a ruházat is, ahogy hallhattuk, lecserélésre fog kerülni. A lényeg az, hogy kik használják ezt a ruhát, kik használják ezeket az eszközöket, gépjárműveket, hiszen a legfontosabb az ember számomra mindig. Az, hogy milyen színvonalon, milyen hivatástudattal látják el a feladatukat. De a mentőszolgálat esetében tudjuk nagyon jól, hogy mindenki pokolian oda teszi magát, hiszen a munkájuk életeket menthet.
Köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget! Csató Gábor főigazgatóval beszélgettünk, azt gondolom, hogy örömmel jött Karcagra, hiszen jó hírrel érkezett. Abszolút, én ugye debreceni illetőségű vagyok, tehát nem is olyan messze jöttem az otthonomtól, de most Budapestről érkeztem, és nagy öröm számomra, amikor a saját régiómba is eset és rohamkocsikat adhatunk át. Ez a tavalyi évben beszerzett 193 új eset rohamkocsinak az egyik darabja. Ebbe az évben még 117-et vásárolunk kormányzati forrásból, és folyamatosan újítjuk meg és cseréljük a gépjárműparkunkat. És Karcag akkor most a megyében hanyadikként kapott ilyet? Karcag volt a hatodik, és még egy érkezik ide a megyébe és a régióba, és ezzel gyakorlatilag lecseréltük az összes eset rohamkocsinkat itt, tehát mind új néhány hónapos ilyen mentéstechnikai eszközök futnak az utakon. A legmagasabb szintű egységeink ezek az eset rohamkocsik ugyanis. Mit kell tudni a felszereltségről, hiszen hallottuk, hogy a 21. századnak megfelel, itt láttuk, hogy kivették a hordágyat, hogy az is nagyon modern, de miben tud mást, mint a többi? Ezek az autók a legmagasabb felszereltségű és legmagasabb kompetenciával rendelkező mentőtisztjeink, mentőorvosaink ülnek ezeken az autóinkon. Ez azt jelenti, hogy az élet, bármely életfunkciót tudunk pótolni, lélegeztetőgépek, defibrillátor monitorokat tartalmaznak. Emellett nyilván az alapvető megfigyelés eszközei, akár a vérnyomásmérő, vércukormérő is helyet foglal rajta, de precíziós infúziós pumpa, pneumatikus hordágytálca, ami a betegek biztonságát és kényelmét növeli, a szállítási traumát csökkenti. Különlegesség az autónak, hogy automata váltó van benne, így a mentő dolgozóknak a biztonságát is növeli ez, hiszen mind a két kezük a kormányon lehet akkor, amikor egy kereszteződésbe érnek. Plusz fényjelzéseket, hangjelzéseket helyeztünk el rajta, ami szintén a közlekedés biztonságot növeli, de olyan kényelmi funkciókat is kialakítottunk, amit a dolgozók igényei alapján vettünk figyelembe, hogy szeretnének ülni, melyik részén szeretnének ülni az autónak, milyen könyöklőt, milyen nővérpultot alakítsunk ki, hogy abszolút a betegbiztonságot és a mentő dolgozók biztonságát növelő eszköz ez. Reméljük, hogy minél kevesebbszer kell használni, de akkor tudjuk, hogy nagyon profi eszköz áll a rendelkezésre mindenki életének a megmentéséhez. Igen, ez gyakorlatilag most azt lehet mondani, hogy a világ legmodernebb ilyen eszköze. Így felszerelve nagyjából 50 millió forint értékű, tehát egy nagyon komoly technika ez, amit most a karcagi lakosok rendelkezésére is áll. Itt azért beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a személyzet is, a felkészültségük, hiszen ők is részt vesznek abban, hogy életet mentsenek, hiába ez a korszerű dolog, de itt elmondta, hogy hamarosan megújulnak, tehát kényelmesebb ruhájuk lesz, az is fontos, az ő komfortérzetük is fontos a napi munkában, hiszen 8 órában ők életet mentenek. Abszolút, sőt, ugye 12 meg 24 órában teszik ezt, tehát még inkább fontos az, hogy olyan körülmények között tudjanak pihenni, amikor visszajönnek két eset között. Ez a karcagi mentőemelés, azt gondolom, hogy egy majd csak égköve a mentőszolgálatnak, nagyon szépen rendben van, és ezt a bajtársaink is rendben tartják, amit ezúton is köszönök nekik. De fontos az, hogy olyan minőségi ruhákban legyenek, amely az ő biztonságukat is szolgálja, jól láthatóak ebben, és kényelmes, szellőző, modern ruhák ezek, amik most várhatóak. Gyakorlatilag ez egy prémium munkaruhagyártó cég, egy 140 éves múltra visszatekintő munkaruhagyártó cég az, aki ezt most gyártja nekünk. Nagy büszkeség, hogy ilyen ruhát adhatunk a dolgozóknak, de ne felejtkezzünk az elmúlt időszak bérfejlesztéseiről sem. Ugye az ágazati béremelésen fölül januárban még plusz 10% béremelést kaptak a mentődolgozók. Ezzel is kifejezi a kormány azt a tiszteletet, amit a munkánk iránt kell, hogy megkapjunk. Jó munkát kívánunk, és reméljük, hogy sok hasonló jó hír eljön még Karcagra. Bízok benne én is. Köszönöm szépen. Kardos Józseffel beszélgettünk, ön a megyei mentőtiszt. Van néhány adata. Itt elhangzott azért Karcagra vonatkozóan adat is, de megyénkben hány mentőállomás van? 16 mentőállomás van megyénkben. Az utóbb két éve átadott, három éve most már átadott Kőtelek és Jászboldogháza mentőállomással együtt most már 16 mentőállomás. Karcag az egyik szerencsés mentőállomás és város, ahol esetkocsi is van. Ez az esetkocsi Karcag és térségében 12 települést lát el. Egyébként Karcag mentőállomás 4 település. De az esetkocsia, mivel a környező mentőállomásoknak nincs eset, úgyhogy 12 települést lát el. Nagyon sok feladatot lát el. Maga Karcag mentőállomás az előző évben, elmúlt évben 160 ezer kilométert tett meg. Gyakorlatilag 4-szer lehetne vele körbeautózni a földet ezzel a távolsággal, ezzel a sok kilométerrel, és 4000 mentési feladatot látott el. Ez egy nagyon jó teljesítmény, és a karcagi esetkocsi nagyon komoly feladatokat lát el. Azt gondolom, azért sokszor beszéltünk már arról, hogy az
emberek is mennyire le vannak terhelve, akik ezen a kocsin dolgoznak, de itt sokkal könnyebb lesz a munkájuk. És egy mondatot mondjunk már el, hiszen nem mindenki tudja, hogy mit jelent az a szó, hogy esetkocsi. Tehát rohanmentő esetkocsi, sokféleképpen hívják ezt, de egy dologban különbözik a többi mentőautótól. Én tudom, de kérem, hogy ön mondja el. A legegyszerűbb mentőautó, amely minden mentőállomáson van, két főnyi személyzettel, egy mentőápolóval és egy mentőgépkocsi vezetővel dolgozik. Alapfelszereltség van vele benne, amelyel mindent meg tudnak kezdeni. A szülés vezetésétől, a traumatológiai ellátáson keresztül, a szívbeteg ellátásáig mindent meg tudnak kezdeni. Az esetkocsi orvosszintű ellátás tud alkalmazni, ebben vagy mentőtiszt, vagy mentőorvos ül harmadikként az autón, és ennek megfelelően egy sokkal komolyabb, magasabb szintű mentés technikai és gyógyszer készlettel rendelkezik. Mindemegyében egyetlen rohamkocsi van csak a megyeszékhelyen, klinikai központú helyeken esetleg kettő, ez Szolnokon van, ő még egy picit több ellátásra képes, ha oxiológus szakorvos ül rajta. Lehet-e tudni arról valamit, hogy lesz-e még újabb autó? A közelmúltban megyünk, 6 új sárga mentőautót kapott, még egyet várunk, és így a megye minden esetkocsis állomásán az esetkocsi le lesz cserélve. Mentőautókból már sok sárga autónk van. Akkor reméljük, hogy sok esetben hasznos lesz ennek a bevetése, és minél kevesebb esetben kell bevetni. Köszönjük szépen ezt a jó kívánságot. Igazából mi is ezt szeretnénk, ha minél kevesebbet kellene kivonulni, de a számok azt mutatják, hogy bizony nagyon sokszor van szükség mentésre, és amit talán kevesen tudnak. Mert azt gondolják az emberek általában, hogy a mentők balesetekhez járnak. Körülbelül 20%-ban, 80%-ban pedig rosszul létekhez, infarktusokhoz, sztrókhoz, epilepsziás görcsolmokhoz, egyebekhez. Tehát zömmel rosszul létekhez járunk. Hát reméljük akkor, hogy mindenkit sikerül megmenteni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Mikor kerültetek be a kórházba, és milyen betegséggel? Kedden jöttünk be, már 5 napja nagyon lázas volt, nagyon legyengült, úgy láttuk, hogy most már muszáj valamit lépni, hogy helyre jöjjön, mert hiába kapott antibiotikumot, nem javult az állapota. A Karcagi Kátai Gábor Kórházban most már egy új lehetőség van, az az úgynevezett anyaszállás. Mennyiben jelent ez nektek könnyebbséget, hogy itt tudsz lenni a gyermekeddel? Hát semmiképp sem hagytam volna itt magára, úgyhogy ez mindenképp nagyon jó, hogy itt tudunk lenni, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között. Mennyiben segített az, hogy itt vagy a gyermek gyógyulásában? Nagyon, hát ő neki mindenképpen, el se enged maga mellől, nagyon kell neki, hogy vele legyek. És nekem is, én sem tudnék nyugodtan lenni otthon, miközben tudom, hogy ő itt beteg. Hogy látod, az ilyen anyaszállások minden kórházban elkelnének? Hát nagyon jó lenne, minél több ilyen lenne. Úgyhogy reméljük, hogy e felé fog fordulni a dolog, hogy minden kórházban lesz ilyen. 5 millió forintból anyaházak újultak meg, anyaszobák újultak meg a Kátai Gábor Kórházban. Mit jelent ez a városnak, mit jelent ez Jászhajkun Szolnok megyének? Mindenképpen nagyon jó, ez a gyerekeknek és a szülőknek jelent nagyon sokat. Én, mint kisgyermekes, 3 gyermekes szülő, én már voltam és aludtam bent a kórházban, és emlékszem azokra a körülményekre, hogy milyenek voltak. Nagyon kedves voltak az ápolók, az orvosok, de műanyagszékben ültünk, ágyat húztunk oda a kis ágy mellé, úgy aludtunk, és nagyon jó azt látni, hogy jó körülmények között, szép körülmények között a szülők, a kísérő szülők, nagyszülők tudják kísérni a gyermekeket ide, és hát tudjuk azt mindannyian, hogy akkor van a legnagyobb baj, amikor a gyerek beteg, akkor van a legnagyobb pánik, és az a szülő, aki kipihenten, jó körülmények között van, jobban tud figyelni a gyermekre, jobban meg tudja nyugtatni, és ez mindenkinek jó. És annak örülök a legjobban, hogy az országban a második ilyen, mert Budapesten van még egy ilyen anyaszállás, és vidéken ez az első ilyen szállás, és büszke is vagyok rá, hogy ez a kórház nem csak az egészségre, hanem az itt gyógyulók lelkére is figyel.
elnök úr azt mondta, hogy a gyógyulók lelkére is figyel, mennyiben segíthetnek, mennyiben segíthet az, hogy az édesanyja, a családtag itt van a gyermek mellett, amikor az beteg? Nagyon sokat jelent, mert amikor nekem kellett, vagy a feleségemnek a valamelyik gyermekünkkel befeküdni, akkor tudom azt, hogy nagy probléma az, hogyha a gyerek beteg, pánik van, nagyon nehezen tudunk segíteni a gyereken, és a gyerek is igényli, amikor beteg, nyűgösebb, igényli azt, hogy a szülő ott legyen vele, meg tudja nyugtatni, tudjon rá figyelni, ez félgyógyulás. És mindenképpen én azt gondolom, hogy ezt a programot végig kell vinni minden kórházba, ahol kisgyerekeket ápolnak, ezt a szolgáltatást, ezt a lehetőséget biztosítani kell, mert a kisgyermek akkor gyógyul könnyebben, akkor gyógyul jobban, ha a szülei ott vannak vele. Mit jelent ez a beruházás a kórház életében? Mit várnak ettől a beruházástól? A Kátai Gábor Kórház életében csak úgy, mint akár bármelyik kórház életében, akinek majd ez sikerül megvalósítania, hát egy nagy vízválasztó a mai átadott beruházás. A 20 ágyas gyermekosztály mellett ugye 7 szülő elhelyezésére alkalmas anyaszállást adtunk át, 3 kórtermet sikerült átalakítani. Nagyon örülök, hogy sikerrel pályáztunk az elmúlt években az Anyákháza országos programban, ami ugye országos kiterjesztése első alkalommal tavaly volt, és hogy az egyik fődíjasként elnyertük ezt az 5 millió forint támogatást, amiből a meglévő infrastruktúra átalakításával és felújításával, és hát a méltányos, méltó kultúr körülmények kialakításával egy olyan anyaszállást sikerült kialakítani, ahol tudjuk biztosítani egy emeleti szinten a gyermekosztállyal közösen, gyakorlatilag egy ajtó választja el a szülőt a gyermekétől, itt megfelelően tud pihenni, nyugodt tud lenni a szülő és a gyermek is, tudván, hogy itt van és bármikor hívható az édesanyja. Én úgy gondolom, hogy a kisgyermekek gyógyulását ez nagyon-nagyon nagy mértékben fogja segíteni. Mennyivel rövidülhet így le a gyógyulás, hogy a szülő, a hozzátartozó néhány méterre van a beteg gyermektől? Nyilván ez diagnózis függő, tehát melyik gyermeknek milyen betegsége van, de mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyon nagy ráhatással van. Legyen az, ha etetni kell a gyermeket, ha még egészen kicsi gyermek, illetve hát azért tudjuk, hogy 0 éves kortól vannak gyermekek a gyerekosztályon, és hát azért az anyatejnél jobb gyógyító hatású, sem gyógyszer, sem étel nem tudok elképzelni, és de sem mindegy, hogy a szoptatást milyen higiénia mellett tudjuk biztosítani. A Kátai Gábor Kórházban lényegében a második beruházás történt meg az országban. Ez előre mutathatja azt is, hogy a vidéki kórházaknak is jó lenne pályázniuk egy ilyen beruházás anyaházra? Így van, ahogy azt a köszöntő beszédében az igazgatóasszony elmondta, egyik támogató igazgatója, 4 díjat osztottak ki, tehát többben pályáztunk, illetve hát 12 volt azoknak a pályázóknak a száma, akik pályázataik alapján helyszíni bejárást hirdetett a támogató, és akiknél ki is mentek. Így a 12-ből kerültünk mi az első helyre, és a Kisvárdai Kórház, azzal közösen 2 fődíjas van, és 2 külön díjas. Tehát valóban az országban a második, a Kátai Gábor Kórház, de tudomásom szerint még a másik fődíjas, illetve a 2 külön díjas, tehát még az idei évben még 3 további egészségügyi intézményben lesz anyaszállás. De egyelőre a megyében ez az első és egyetlen. Így van, a megyei szinten ez az első és egyetlen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. Egy olyan gazdag fórum lesz most a délelőtt folyamán, ahol egyrészt szeretnék számot adni a kormányzati teljesítményről, összefoglalni azt, hogy a gazdák munkájának köszönhetően a magyar agrárium milyen előrelépést tudott tenni az elmúlt 8 esztendőben, illetve aktuális a gazdák számára fontos kérdésekkel is foglalkozunk, ilyen például az új fölös agrárpolitika, illetve a hozzá kapcsolódó belső szabályozás, a mezőgazdaság előtt álló fontosabb feladatok
Tiszafüreden vagyunk, egy nagyon szép környezetben itt kunhímzések között, ez a szívemhez közel álló dolog, és mint hagyomány is része annak a közös kultúrkincsnek, amely itt az alföldi vidéknek, az alföldi embereknek a sajátja. Talán erre is figyelemmel emelnék ki néhány olyan kezdeményezést, amely Tiszafüredről indult, és amelyre a város, az önkormányzat élén Újvár Imre polgármester úr, a kedves barátommal csak úgy büszke lett, mint Jászlatkun Szolnok megye, Kovács Sándor megyei közgyűlési elnök úrral. Ezek közül, a kezdeményezések közül talán az első a tiszai halászé, Tiszafüredről indult az a kezdeményezés, hogy Hungarikum legyen, és én örülök annak, hogy a Hungarikum Bizottság elfogadta. A tiszai halászé egy olyan kultúrát jelent, egy olyan gasztronómiai örökség, amely az egész Tiszavölgyre jellemző, de itt ezen a vidéken különösen kedvelik, és én bízom abban, hogy a gasztronómiában továbbra is ott lesz a élvonalban, turistákat vonz ide, különböző rendezvények, így a halasapok is kapcsolódnak hozzá, és én javasoltam már korábban is azt, hogy a Tisza mellett egyfajta olyan tiszai halászcsáda útvonal, vagy tematikus turisztikai, gasztronómiai útvonal legyen kijelölve a legfinomabb halászlélet készítő éttermek, vendéglátóhelyek bevonásával. Egy másik fontos kezdeményezés a Természet Operaháza, kerékpártúrával, hajótúrával, közeleti rendezvényekkel, műsoros estekkel néhány évvel ezelőtt indult útjára, és egy új minőséget jelent a tiszatavi turizmusban. Egy fontos kezdeményezés továbbá a Magyar Haltani Társaságnak a javaslata, amely Tiszafüreden működő itteni székhelyű országos egyesület. Az a kezdeményezés, hogy március 20-a legyen a halak napja, tehát legyen egy olyan nap, ami kifejezetten a halakkal, a vízi világgal kapcsolatos, felhívja a figyelmet ez a kezdeményezés arra, hogy a halak természetes élőhelyükön, illetve az emberi környezetben, a táplálkozásban is betöltött szerepükre legyenek ismertek, a halászati kultúrát, a halak élőhelyeit, a vizeinket kellő odafigyeléssel kezeljük. Az FM részéről mi ezt a kezdeményezést az országgyűlés elé fogjuk majd beterjeszteni. Szintén innen indult 2013-ban a Pecasuli program. Tiszatavi Sporthorgászton Profit Kft. Indította. Annak idején 23 Tiszató környék általános iskolában kezdődött ez a program, amelynek a célja az, hogy a gyermekeink megismerik a halak világát, a vízi világot. Ma már elmondhatjuk, hogy 110 iskola tartozik ebbe a programba, és bízom benne, hogy még többen fognak csatlakozni. 40 millió forinttal támogatjuk ezt a fontos kezdeményezést. A halászat, tiszató, horgászat, az itteni halastavak világa, hiszen 134 hektár halastó terület van, összetartozik, ezért is fontos, hogy a minőségi magyar hal tanúsító védjegyet az elmúlt években igyekeztünk kialakítani, illetve most már a védjegy fölállt, és bízom abban, hogy ez is elősegíti a halászati területnek a boldogulását. Összefüggésben az, hogy a hal áfa is csökkent. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tiszafüred egy jelentős mezőgazdasági városa Magyarországnak, hatalmas külterülete, melynek 80%-a mezőgazdasági művelés alatt, nagyon erős gazdatársadalommal, kiváló termelési eredményekkel és védett területekkel is, hiszen itt a Tiszató mellett a Hortobágy közelség is meghatározza a gazdálkodást, a tájhasználatot. A városban lezajlott az állami földek értékesítése, meg voltak a földárverések a közelmúltban, és én örülök annak, hogy az új tulajdonosok már ezeken a területeken tudnak termelni, gazdálkodni. Fontos feladatunk, hogy megvédjük őket, hiszen közismert az, hogy néhány nappal ezelőtt Karácsony Gergely, az MSZP és Párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje, illetve Gőgöz Zoltán egy példátlan támadást intézett a magyar gazdatársadalom ellen. Itt van nálam az MTI közlemény, amelyben szerepel, hogy Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt azt ígért, hogy amennyiben kormányra kerülnek, akkor az összes állami földbérleti szerződés felülvizsgálják, valamint visszaveszik a megvásárolt állami területeket. Tehát egy államosítást akarnak, olyan emberektől akarják elvenni a törvényesen megszerzett tulajdonukat, akik azt árverésen, közjegyző előtt folytatott eljárásban vásárolták, megdolgoztak érte, és a Fidesz pedig kiáll mellettük. A Fidesz-KDNP számára elsőrendű érdek, hogy a vidéki gazdatársadalom erősödjön, a családi gazdaságokat segítsük, és visszaverjünk minden olyan támadást, amely ellenük irányul.
az 50-es éveket idéző kommunista ízű kirohanást a leghatározottabban vissza kell utasítani, és én bízom abban, hogy a gazdatársadalom szervezete, a MAGOSZ, illetve a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a kormány együttesen képesek leszünk arra, hogy megvédjük a földértékesítési, földhaszonbéleti eredményeket. A földet a gazdáknak, programnak pontosan az a lényege, hogy a magyar termőföld, az a magyar gazdák, a földet művelők tulajdonában legyen, azért legyen a föld, aki azt megműveli. Egy másik feltűnő dologra is fel szeretném hívni a figyelmet, szerepel az MSZP programjában a kényszerkollektivizálás, ugyanis szó szerint benne van az, hogy szövetkezeteket kell létrehozni, szövetkezni kell, és természetesen az FM részéről, a kormány részéről mi támogatjuk azt, hogy a gazdák szövetkezzenek, de csak önkéntesen az a szövetkezni kell, kifejezés az abszolút az 50-es éveket idéző kényszer, kollektivizálás, TSZ-esítés korszakából származik. Ebből a kommunista tempóból elege van a magyar gazdáknak, elege van a magyar vidéknek. Megtapasztalták mindazt a keserűséget, amit annak idején ez okozott, illetve azt a sikertelenséget is, amit a dicsitelen MSZP és SZDSZ-es kormányzás felmutatott, amelynek az idején Gőgő Zoltán államtitkár volt, közreműködött a Gyurcsány kormányban, közreműködött abban, hogy Magyarországon cukorgyárakat zártak be, 10 000 hektár szőlőt vágtak ki, húsüzemeket, tejüzemeket zártak be, és ezáltal vidéken hihetetlen munkanélküliség alakult ki. Ma elmondhatjuk azt, hogy a mezőgazdaságban több mint 70 000 új munkahely jött létre, és egyre több az olyan hiány szakma a mezőgazdaságban, élelmiszergazdaságban, ahol várják a dolgos munkás kezeket. Tehát egy változás van, egy átalakulás van a magyar vidéken, és én bízom abban, hogy az elkövetkező években több 10 000, akár 50 000 új munkahely jöhet még létre itt a mezőgazdaság és a kapcsolódó területek vonatkozásában. Hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr, most pedig megkérem a Kovács Sándor elnök urat, hogy összemegyelni gondolatait. Nagy szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit a mai napon itt Tiszafüreden, a Tiszató fővárosában, és nem fellengzős cím ez, és nem csak egy cím, hogy a Tiszató fővárosa, hiszen Tiszafüred az elmúlt 3,5-4 évben joggal tekintett arra, hogy ő ennek a térségnek a gazdasági, kulturális, közigazgatási fővárosa és központja. Ezt a kormányzat is a tavaly évben felismerte, hiszen egy kiemelt turisztikai régiót hozott létre Debrecen, Hajdúszoboszló, Hortobágy és a Tiszatóval összefogva. Ez a kiemelt turisztikai régió pedig lehetőséget ad Tiszafürednek és az itt élő, a környékben élő embereknek, hogy újból lendületet adjanak a turizmusnak. Hiszen egyre többen fedezik fel ezt a térséget turisztikailag. Minden évben növekszik a vendégészakák száma országosan. De öröm az, hogy a Tiszató térségében az országos átlagot is meghaladja, és ez komoly lehetőséget biztosít az itt élőknek. 3,5 év alatt több dolog és több fejlesztés történt, mint az elmúlt talán 15 évben. Én azt gondolom, Tiszafüred olyan fejlődési pályára állt, olyan sikeres programokat visz végbe, ami méltán teszi ennek a régiónak a központjával. És a gazdasági téren, kulturális téren, hiszen itt a központja a halasnapoknak, ami már nemzetközi hírűvé vált, a Tiszatavi Opera Fesztiválnak nyitó és záró rendezvényei szoktak itt lenni nemzetközi programokban, és azt gondolom, hogy az a vezető szerep, amit járási központként, kulturális központként megszerzett, azt tovább fogja erősíteni. A területi operatív programokban és egyéb fejlesztési programokban pedig olyan fejlesztési célok és olyan fejlesztési összegek kerültek ebbe a térségbe, Tiszafüredre és a környékére, amely az elmúlt 15-20 évben példátlan. Sikerre van ítélve ez a környék, én azt látom, hogy jó a vezetés, az emberek pozitívan állnak hozzá, és megmutatkozott az agrárkamarai választásokon, hogy a gazdák ebbe a térségbe, Tiszafüred és térségébe, a nagykunságban a legnagyobb létszámban vettek részt az agrárgazdasági vagy az agrárkamarai választásokon, és ez mutatja azt, hogy nem csak szorgalmasak, nem csak jó földművesek, akik itt élnek, hanem tudják a saját érdekeiket, látják a saját érdekeiket, és képviselik is a saját érdekeiket. Én azt gondolom, és meg vagyok róla győződve, hogy Tiszafüred és térsége
azt a fejlődési irányt, amire ráállt, még gyorsabban, még jobban fogja növelni. Én gratulálok az itt élőknek, és azt látom, hogy azt a munkát, amit már eddig elvégeztek, annak a következő időszakban meg is fog jönni a gyümölcse, meg lesz a gyümölcse, és az a cím, hogy Tiszafüred a Tiszató fővárosa, az nem csak egy cím lesz, hanem egy komoly tény, egy olyan lendületes és olyan fejlődő város, amely méltó lesz, és már méltó is erre a címre. Csak még egy rövid dolog, miniszter úr mondta a hungarikumokat, a tiszai halászlevet. Jászlikon Szolnok megyében, Szolnokon láttam vendégül a 19 megyei vezetőket, és amikor ebédre meghívtam őket, természetesen tiszai halászlé volt. És voltak Tolnai megyeiek, Baja mellől származottak, akik dicsérik a saját halászlevüket, és abba egyeztünk meg a megyei elnökök többségével, hogy nagyon finom a bajai halászlé, de a tiszai legalább olyan finom, nekünk pedig még finomabb. Én azt látom, hogy nem véletlenül Tiszafüred kezdeményezte ezt, hogy hungarikummá nyilvánítsák, mert mindannyiunknak közös kincse, és még jó ízű is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig megkérem Újvári Imre polgármesterrel, hogy röviden hosszan megadom gondolatait. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit itt Tiszafüreden, a Tiszató partján, amely télen is nagyon szép. És hát köszönöm szépen miniszter úrnak és elnök úrnak a város nevében is az elismerő szavakat. 2014. októberében Tiszafüred a magyar kormány és a megyei közgyűlés szövetséget kötött, és azt vállaltuk, hogy Tiszafüredet újra fejlődési pályára állítjuk, és a Tiszató régió vezető településeként a többi településsel összefogva, és nem egymás ellen dolgozva, a Tiszató érdekében fogunk dolgozni, és hát ennek az elmúlt 3 évben, lassan már 4 évben meg is mutatkozott az eredménye, hiszen több mint 6 milliárd forint értékű fejlesztés, 6 milliárd forint összegű fejlesztés áramlott városunkba az elmúlt évben, köszönhetően annak az összefogásnak, amelyben segítette a város munkáját miniszter úr és elnök úr. Csak hogy néhány nagyobb dolgot ki tudjak emelni, a következő időszakban elkezdődik az a Poroszló-Tiszafüred közötti kerékpárút szakasz építése, amellyel teljessé válik az a kör, amely már most is nemhogy az ország, hanem talán Kelet-Közép-Európa egyik legszebb kerékpárútjának számít, és egy csodálatos természeti környezetben érkezhetnek ide a már évről évre egyébként is növekvő számú turisták. A kerékpározás mellett a horgászat, a fürdőzés és a természetjárás a legkedveltebb és a legnagyobb népszerűségnek örvendő kikapcsolódás lehetőségek nálunk. Ennek megfelelően a természeti környezetet védve, de a jó adottságokat kihasználva szerveztük meg azokat a rendezvényeket és adtunk helyszínt azoknak a rendezvényeknek, mint a Természet Opera háza, a Tiszatavi vágta, a Decathlon tavi napok, vagy már a tavalyiben először az ősszel első alkalommal megszervezett nagy sikerű disznótoros rendezvényünk, és már 5. éve fogjuk idén megrendezni a Karácsonyi falut, a Tiszató régió legnagyobb téli rendezvényét, úgyhogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy az idén évtől már úgy reklámozzuk a rendezvényeinket, hogy Tiszafüreden 4 évszakra hangolva érkezhetnek ide a turisták, és tavasztól a tél végéig találhatnak kikapcsolódási lehetőségeket. A programok mellé természetesen az infrastruktúra fejlesztését is fontos kiemelni, hiszen nem mindegy, hogy az emberek milyen környezetbe töltik el a szabadidejüket, ezért örömmel számolhatok be arról, hogy egyre több és minőségi szállásra épült Tiszafüreden, javul a közintézményeink állapota, hála a topos pályázatoknak, hamarosan egy új egészségügyi rendelő, és ami nagyon fontos talán itt a mai napon a gazdák is, a mezőgazdaságban dolgozók is tevékenykedők örömmel hallják, hogy egy új piaccsarnokot is fogunk építeni Tiszafüreden, közel 200 millió forintból, amelynek köszönhetően javul majd a mezőgazdaságban dolgozók, az agráriumban dolgozók, tevékenykedők vállalkozói környezete, sokkal komfortosabb és jobb körülmények között vihetik piacra azokat a termékeiket, amelyeket helyben megtermeltek, hiszen nekünk az az érdekünk, hogy minél több helyben megtermelt, jó minőségű és egészséges élelmiszer kerüljön ki olyan piaci körülmények közé, ahol a tiszafürediek a járás, a vonzás körzetünkből beérkező emberek örömmel érkeznek be és jönnek bevásárolni. Úgyhogy összességében nagyon sok és pozitív folyamat indult el a Tiszató és talán a vidéki Magyarország egyik legrégi múzeumában, hamarosan a Tiszató első régészeti kiállítását, régészeti múzeumát fogjuk megvalósítani. A Tiszató régió és Tiszafüred 7000 éves múltját fogjuk bemutatni,
és a sok erőfeszítésünk talán ennek a koronáját azt kapta meg a tavaly évben, hogy a Tiszafüred nagyon nagy múltú üdülő vezetek versenyében, mint Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Siófok versenyében első helyen végzett a szállás.hu évturisztikai településének versenyében, úgyhogy Tiszafüred lett az évturisztikai települése. Ennek a címnek, az elismerésnek a jele szerepe gyakorlatilag minden kiadványunkon, rendezvényünkön, úgyhogy ennek is híre ment, és már egyre többen elismerik a munkánkat, tehát Tiszafüred visszakerült a turizmus országos térképére, és ebben az évben is nagyon sok programmal, még több programmal várjuk az ideérkezőket, úgyhogy mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön el hozzánk, érezze jól magát a rendezvényeinken, és kóstolja meg azt a nagyon finom halászlevet, amely Hungarikum mellett nyilvánítva, amelyben szintén a megye és a kormány, a Földművelési Minisztérium összefogásának köszönhetően egy nagyon hosszú és hát erős mezőnyben kellett megvívni a csatát, de sikerült, úgyhogy nagyon sok értékkel tudunk büszkélkedni, és nagyon sok értékkel tudunk kedveskedni az ide látogatóknak. Mit lehet tudni az M4-es autóútról, hogy áll a beruházás, és mikor folytatódhat a leállított szakasz építése? A kormány fontos döntéseket hozott, így a 4-es főútnak az M0-ástól Ceglédig terjedő szakasza az 2019-ig elkészül, és 2020-ig egészen Fegyvernekig fog a 4-sáv majd hadrendbe állni. A kivitelezési munkálatok már megkezdődtek, és a félbe maradt szakaszokon is hamarosan újra kezdődnek. Ugye ez egészen a határig fog majd érni. Mit jelent ez a karcagi térségnek? A karcagnak, a Nagykunságnak ez a fő közlekedési ütőere, tehát gyorsítja majd a főváros elérését, biztonságosabbá is teszi. Egy régóta esedékes beruházásról van szó. A már elkészült szakaszok azok is komoly teljesítményt jelentenek, de el lehet majd mondani néhány éven ennek az évtizednek a végére, hogy tulajdonképpen karcagig fog érni az autópálya, hiszen a kisújszállási elkerülő is már egy közel autó út szintet biztosít. A Magyar Ápolók Napja alkalmából Kovács Sándor, a Jászlókmiszolnok megyei közgyűlés elnökével beszélgettünk a Kátai Gábor kórházban, és mögöttünk a kitüntetőket fotózzák a kollégák. Azt gondolom, hogy ez is jelzi, hogy nagy az összetartás az itt dolgozók között is, hiszen mindenki gratulál a másiknak. Így van, kitűnő kórházunk van, nem csak épületileg, nem csak felszerelés szempontjából, hanem kitűnőek a dolgozók is, az orvosaink, az ápolók is. És néhány héttel ezelőtt egy környékbeli településről egy idős hölgy azt mondta, hogy ő mindig félte az egészségügytől, annyi rosszat hallott, és egy hetet feküdt bent a karcagi kórházba, és azt mondta, hogy csodálatos volt, kedvesek voltak az orvosok, figyelmesek az ápolónők, és ő csak dicsérni tudja a karcagi kórházat. És én is azt gondolom, hogy minket is dicsér ezzel, hiszen minden karcaginak, minden környékbelinek jól esik az, hogyha egy olyan egészségügyi intézményünk van, amire büszkék lehetünk. És joggal lehetünk büszkék a karcagi Kátai Gábor kórházra, az gyönyörűen felújított épületre, a felszerelt műszerekre, a modern műszerekre, de legfőképpen azokra az emberekre, azokra az egészségügyi dolgozókra, akik itt dolgoznak éjjel és nappal. Hiszen nem csak nappal, hanem éjszaka ügyeletben is, akár fáradtan, akár túlterhelve, de szakmailag és emberileg mindig felvértezve, és jó az tudni, hogy számíthatunk rájuk, és jó azt tudni, hogy néha legalább egy évben egyszer mindannyian megemlékezünk róluk, köszöntjük őket, pedig megérdemelnék, hogy az év 365 napjában mi is figyeljünk rájuk, és ne csak ők kapjanak figyelmet, és ne csak mi kapjunk gondoskodást és szeretetet, hanem ők is. És én azt gondolom, hogy arra is kell figyelni, hogy sokan bírálják az egészségügyet, de sokan bírálhatnák a betegeket is, tehát mi se vagyunk elég jó betegek, elég figyelmesek, és mégis az egészségügyi dolgozók türelmesek, kedvesek velünk, és ezt megköszönjük nekik. Igen, azt gondolom, hogy a most kitüntetettek is emberségből már jelesre vizsgáztak a feletteseik és a dolgozók előtt is, hiszen itt azért hallottuk, hogy közösségi munkáért is kaptak, tehát nagy az összetartás, és igyekeznek olyan programokat szervezni, amivel saját maguk is kikapcsolódnak. Igen, én azt gondolom, hogy ha valaki a szakmáját magas szinten akarja végezni, és az egészségügy egy olyan szakma, egy olyan hivatás, amit csak úgy lehet magas szinten végezni, ha folyamatosan képzik magukat,
empátiával, kedvességgel rendelkeznek, és az itteni dolgozók még egy kicsivel többel is rendelkeznek, még egy kicsivel különlegesebbek is. És ezért emelkednek ki akár az ország egészségügyi intézményei közül, mert különlegesek az egészségügyi dolgozók, de a karcagiak azért csak a mieink, és ők még különlegesebbek. Köszönjük szépen! Én köszönöm! Nagyi László Esbert főigazgatóasszonnyal beszélgettünk, azt gondolom, hogy elnök úr szavait idézve emberségből már jelesen vizsgáztak a kórház dolgozói. Hogyan látja ön belülről? Nagyon szépen köszönöm a kérdést, és mikor, ha nem az ápolók napján, az ápolók napi rendezvényünkön hangzik ez el. Azt kell mondjam, hogy hál' Istennek mi év közben is nap mint nap megtapasztaljuk, nem csak a negatív dolgokat, hanem a hozzátartozók, a betegek pozitív megelégedését, és ezt írásban is rögzítik. Épp a legutóbb kaptunk egy olyan kétoldalas levelet, amiben az édesanyja gyakorlatilag felsorolta az egész osztály, vagy több osztályt is, a sürgősségi betegellátó osztállyal kezdve, amikor bekerültek az intézménybe, és itt éppen a ápolók munkáját, az ők segítő, kitartó és odaadó lelkismeretes munkáját dicsérve, minden osztály érintve, ahol ők érintettek voltak. Én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb köszönet a dolgozóknak. Nyilván, amikor a kormány elismeri a szakdolgozókat és a szakdolgozói béremeléssel, és előtérbe helyezés próbál az egészségügyen javítani, illetve a különböző uniós forrásokból a pályázati lehetőségekkel fejlesztéssel, a munkakörülmények javításával is. De azt hiszem, hogy attól nagyobb köszönöm, amit egy ápolt tud pozitívan mondani egy intézményről, és bizalommal érkezni, ne adj Isten, legközelebb, amikor ezt az egészsége, vagy éppen az egészségügyi problémája megkívánja, bizalommal érkezni egy intézménybe, az már egy fél gyógyulás. Azt gondolom, ehhez is lehet gratulálni, és nagyon sok hasonló országos és megyei elismerést kívánunk, és azt, hogy maradjon meg ez a légkör a kórházban, és legyen ugyanolyan visszatartó a csapat, mint most. Nagyon szépen köszönöm, és természetesen át fogom adni a kollégáimnak. Önöknek is nagyon jó egészséget kívánok. Kedves nézőink, most Háttér című magazin műsorunk külön kiadása következik, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőnket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen jelentős beruházás kezdődik a városközpontban. Itt vagyunk a piac területén. Mi történik itt, és mi ez a beruházás? Szeretettel köszöntöm is a kedves televízió nézőket. Megkezdődik az egyik topos beruházásunk, a Karcag zöld felületeinek a fejlesztése című projekt. Összesen 6 helyszínen fog a munka bonyolódni. Ezt a helyszínen a virágpiacon vagyunk, ezen a területen a térburkolat fog megújulni, a vízelvezetés lesz megjavítva, illetve egy olyan rámpa kerül kialakításra, hogy a mozgássérültek is meg tudják közelíteni ezt a területet. Ezen kívül ez a beruházás érinti a Kossuth térnek a keleti részét, a toronyház környékét, ott a fákat, növényeket fognak ültetni, azokat a növényeket, amelyek már előregettek, ki fogják cserélni, új padok kerülnek felállításra, tehát megújul a térnek a keleti része. Egy másik park felújítása a templomkertben fog megvalósulni, ott is egy térburkolatos rész kerül kialakításra a közel a református templomhoz, ott azon a kör alakú területen, az lesz kiépítve. Ezen kívül nagyon fontos, hogy megújul két játszóterünk. A toronyház melletti játszótér lesz teljesen felújítva, a lehető legmodernebb játékokkal ellátva, és hát egy ilyen gumiborkolat lesz, ami az uniós előírásoknak is megfelel. Remélem, hogy nagyon nagy kedvel fogják használni a gyerekek és a családosok, örömmel fogják azt megközelíteni, illetve a rendőrség melletti játszótér egy része úgy szintén meg fog újulni.
modern új játékszerekkel. Ezen kívül az utolsó helyszín az a Városháza mögötti rész, ahol egy komoly kerékpártároló kerül kialakításra. Úgy tudom, hogy ez egy konzorciumi beruházás keretében valósul meg. Kik tagjai a konzorciumnak? A Karcagvárosi Önkormányzaton kívül a Református Egyháza, a másik konzorciumi tag, már csak azért is, mert az ő területeket is érinti ez a beruházás, a templomkert jó része a Református Egyház tulajdona. Mikor a valósul meg ez az ön által elmondott beruházás sorozat? A terület átadás megkezdődött, hát a munkálatokra most még nagyon nem kedvező az időjárás, de reméljük, hogy 3-4 napon belül már most teljes gőzzel neki tudnak látni, és előre láthatólag október végére el kell, hogy készüljenek ezek a munkálatok. Mekkora beruházásról van szó, és milyen pályázati forrásból? Még egyszer mondom, ez egy topos pályázat, során elnyert 100%-os támogatottságú projekt, 140 millió forintos beruházás, ebből 98 millió nettó forintot lehet a kivitelezésre fordítani. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk itt a mögöttünk zajló beruházásról. Azt gondolom, hogy ha ez elkészül, egy nagyon szép városközpont fogadja majd az ideérkezőket, és a piacon vásárlókat is. Így van, megindult ez a beruházás, amit már nagyon régen vártunk, hiszen ez a beruházás a megyei területi operatív programoknak a beruházása. Ezt már 4 évvel kezdtük előkészíteni, a megye és a települések, és most már elkezdődik ez a beruházás, és Karcag is meg fog szépülni, meg fog újulni. 140 milliós beruházáson 2 játszótér, a park, a piacnak egy része, a piactérnek egy része. Én azt gondolom, hogy mindenképpen jó helyre kerül ez a területi operatív forrás, amivel a megyétől érkezett. Gondolom, hogy sok-sok pályázat érkezett. Amikor Karcagnak szavazták meg, hogy melyik pályázatokat fogják támogatni, ön ezeket rangsorolta és egyetértett ezzel, vagy esetleg még marad olyan forrás, amiből későbbiekben bármit még fel lehet újítani? Mindenképpen úgy csináltuk, hogy ezeket a megyei forrásokat a települések vezetőivel, Karcag polgármesterével egyeztettük végig, alpolgármester úrral, hogy mire van szükség, mik a legfontosabbak, ebbe van ez a zöld felületfejlesztés, játszóterek, parkfejlesztés, kerékpárutak vannak benne, van ipari jellegű területnek a rendbehozatala. Körülbelül 2 milliárd forint összegű fejlesztés ez, ami a megyei területi operatív programból került ide, és amikor erről mi a megyénél döntöttünk, akkor már nekünk megvolt az a rangsor, amit a települések kértek, amit a települések állítottak fel. Én azt gondolom, hogy minden egyes forint jó helyre kerül, minden egyes forint meg lett tervezve, hogy hova kerüljön, hova szükséges. Én azt látom, hogy a lehetőségekhez képest, hiszen ezek a forrásoknak nagyjából megvoltak címkézve, hogy milyen típusú fejlesztéseket lehet belőle végezni, de azt látom, hogy Karcag a legjobban fogja ezt felhasználni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Kedves nézőink, már a munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk a megszokott csatornákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.